főleg boci simogatás van, tehát magvát az állományt mutatom meg. Ugye utána nyilván a sajtokról lesz egy pár szó, meg azokat is majd lehet kóstolni. Májustól szeptemberig szinte minden hónapban lehetőséget biztosít Deák Szilvia azoknak, akik meg szeretnék ismerni a gazdaságát. A vendégek első kézből informálódhattak a Jersey tehenekről, a kisborjakról és arról is, hogy milyen fejlesztéseken megy végig a gazdaság. Mindezek mellett a sajt készítéséről is kérdezhették a résztvevők Szilvit, aki különleges kóstolóval várta a vendégeket. Szó esett arról is, hogy milyen állandó és bővülő finomságokra lehet majd tőle számítani. A kis basic kínálat, tehát a klasszikus paranyica, a sajt, a kercsek, mert enélkül ugye már most nincs élet, de viszont folyamatosan készítem az új sajtokat is, tehát már most foglalkozok félkeményekkel, vagy penészes sajtokkal is. Pont két hete voltam Metyeken egy francia sajtmesternél kurzuson, ott kamambert, illetve kék sajtot tanultunk, de tavaly novemberben voltam egy másik kurzuson szintén náluk, akkor ugye ez félkemények, tehát ilyen raclette típusú morbié, tehát hasonlókat tanultam, úgyhogy ezeket most próbálom így belevenni a repertoárba. Most sajnos kicsit tejszűkébe vagyunk így, hogy a borjak még ugye tejeznek, de ha minden igaz, akkor a nyár második felétől majd jobban be tudok lendülni ilyen téren is. A rendezvényen nem csak a hegyesi élistárt ismerhették meg közelebbről a vendégek, mivel Szilvi meghívta Szabó Olivér, negyedik generációs méhészt is, akinek előadása színesítette a délutánt. Az nagyon fontos, hogy az emberek tudják, hogy a méz pontosan az mire is jó, tehát rengeteg gyógyhatása van a méznek, hát elsősorban ugye immunerősítő, valamelyik méz, most hozok egy egyszerű példát, a repce például, mivel lúgos kémhatása, a refluxra van jó hatással, a tallóvirágméz például nyugtató hatású, tehát különböző, tehát a mézek, ugye azt köztudott, hogy mindegyik teljesen más színű. Innentől kezdve az összetételük is különbözik, két fő összetevője ugye a szőlőcukor és a gyümölcscukor, de azon kívül nagyon sok illóolaj, aminosav, ásványanyagok vannak még benne, és ez a különböző mézekben mindegyik más arányban, és innentől kezdve más élettani hatásokkal rendelkeznek. Továbbá szó esett a méhek munkájáról és életéről, valamint arról is, hogy milyen fontos szerepet töltenek be a természetben a beporzásban. Kíváncsiak voltunk, hogy hogyan érezték magukat a résztvevők. Urat Sajtos Szilvia kisfiával és anyusával érkezett a rendezvényre, aki megosztotta, hogy már régről ismeri Szilvit. Már több rendezvényen is találkoztunk vele, akár Makón a kézműves piacon, vagy a Bödön piacon Szegeden. Többször is kóstoltunk nála különböző sajtokat, és mi nagyon szeretjük a sajtokat is. Ezáltal mindig látogatói vagyunk bármelyik rendezvényen. Nagyon jól éreztünk magunkat, különböző ízesítésű paranyamica sajtokat, és akár kemény sajtot is kóstolhattunk, már ma nagyon finom volt mindegyik. Volt még krémsajt, amit a mai nap folyamán reggel készített el nekünk. Nagyon jól éreztük itt magunkat a gazdaságban, megismerhettük, hogy hol és hogyan készíti ezeket a sajtokat, amiket nagyon szeretünk. Deák Szilvia szót ejtett arról is, hogy a gazdaság látogatása mellett szerveznek majd vacsoraesteket, ahol a vállalkozó szelleműek még bocit is fejhetnek, és minden folyamatot végig kísérhetnek.